Évfordulóra készülnek 30 éve város, 10 éve járási székhely Ibrány. Régi új rendszer, jövő januártól újra betétdíjas lehet az üveg és a műanyag palack. Kapj el, ha tudsz! A nagy sikerű film színpadi változatát próbálják a Murinszban. Jelentős évfordulóra készül idén Ibrány, 30 évvel ezelőtt kapta meg a városi rangot, 10 éve pedig járási székhely. Fejlesztésekkel készül az ünnepre Ibrány. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. Belterületi utakat, köztereket, parkokat újítanak fel, fásítást is terveznek. A beruházásokra még tavaly mintegy 3 milliárd forintos forrás nyert a város, ahol hamarosan új inkubátorház és turisztikai központ is épül. Így néz ki jelenleg Ibrány strandterületén az ifjúsági tábor épülete, amelyet nemrégiben vásárolt vissza az önkormányzat. Ezek pedig már a látványtervek, amelyek nem csak álmok, de hamarosan kézzelfogható valósággá is válnak, mivel a szükséges forrásokat is sikerült pályázatokon elnyerni. Amint az a képeken is látható, a turisztikai attrakció egyik különleges elemét ezek a gyerekek számára tervezett, jurta formájú szállások jelentik, amelyekhez több épület, közösségi tér, vizes blokk, parkoló és megfelelő körbekerítés is tartozik majd. Trencsényi Imre polgármester azt mondta, az elmúlt közel egy évben mintegy 3 milliárd forint értékű beruházást nyert az önkormányzat. Így összesen a januári pályázatainkkal ez már megharadja a 3 milliárd forintos összeget, úgyhogy nagyon komoly fejlesztések valósulhatnak meg Ibrányban. Amiket még nem említettem meg, ezek közül a városközpont felújításán túl a szegregátumainkról sem feledkezünk el. A szegregátumunkban bérlakások, szociális bérlakások építése, felújítása, közterek, parkok, játszóterek kialakítása, illetve fásítás valósulhat meg. Illetve nagyon fontosnak tartom, hogy folytatódhat Ibrányban az útfejlesztés. 200 millió forintot nyertünk erre a célra, és 8 belterületi utcánkat tudjuk megújítani ennek köszönhetően. Az utak, közterek megújítása mellett a polgármester szerint a közeljövő kiemelt beruházása lesz az északi iparterületen a Palocsa útra tervezett inkubátorház megépítése is. Az itt élők szerint ezen a területen 100 éve még egy belvízi tó állt, nem sokára pedig új vállalkozások székhelye lehet. A polgármester hangsúlyozta, Ibrány idén ünnepli várossá válásának 30. járási székhelyé válásának pedig 10. évfordulóját. Ennek alkalmából számos kisebb-nagyobb programmal készülnek. Minden hónapban készülünk programokkal gyerekeknek, intézményeknek, illetve minden korosztály számára. Két komoly szabadtéri programunk lesz. Az első a május 27-i pünkösdi hétvégére szervezett programunk a Városligetben. Ez egy teljesen új tematikára épülő rendezvény, amellyel minden korosztályt szeretnénk elérni, a gyerekektől tényleg egészen a nyugdíjasokig. Itt egy megyei vadásznap is adaptálódott ebbe a napba, és itt lesznek hagyományőrző ételek, főzőversenyek, gasztronómiai élmények mellett lesz még kovács bemutató, illetve nagyon komoly bicska és törkészítő művészek jönnek a Debrecenből, illetve az egész országból. A polgármester hozzátette, a bicska készítő mestereket is felvonultató eseménynek külön nevet is adtak, 44-84 Irány Ibrány Fesztivál, amelyet a május 27-i pünkösdi hétvégén fognak megrendezni. Idén is Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe érkezett a legtöbb megrendelés az állami szociális tűzifa programban. A belügyminisztérium ebben az évben országos szinten 5 milliárd forinttal támogatta az 5000 fő alatti településeken élő rászoruló családokat. Kálló Semjén rendszeresen részt vesz a programban, a nagyközségben idén 400 családon tudtak segíteni, a tüzelőt pedig a korábbiakhoz hasonlóan az önkormányzat szállította el a háztartásokhoz, mondta a kérdésünkre a település és polgármestere Belica László. Az idejében 304 köbméter kemény lombú tűzifát kaptunk a belügyminisztérium jóvoltával a Nyírerdő szállításával, mindösszességében 6.750.000 forintos támogatásból. Ezt a kemény lombú tűzifát a képviselőtestület úgy határozott, hogy 400 rászoruló családnak fogja kiosztani.
0,76 köbméternyi tűzifát tudtunk egy család számára biztosítani. Ezt a tűzifát mi helyben kiszállítottuk a lakásokhoz, illetőleg a háztartásokhoz, valamint az önkormányzat a költségvetéséből, önerőből biztosította ennek a tűzifának a kálósemjébe és a kiszállítását is helyben. Négy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei technikum is bekerült az intézményeket rangsoroló 100-as országos listába. A lista előkelő 5. helyén áll a nyíregyházi Széchenyi István technikum, 16. a fehérgyarmati Petőfi Sándor technikum, 56. a nyíregyházi Bánki Donát technikum, 72. pedig a Vásárhelyi Pál technikum, más néven az Évisz. Maradva még az oktatásnál, nyíregyházi diák nyerte az ízzelrólni plakátversenyt. A díjat kedden vehette át Nyíregyházán, a Városi Diákparlament ülésén. A Diákparlament célja, hogy javaslatokkal, észrevételekkel segítsék a város döntéshozóit az ifjúsági cselekvési terv megalkotásakor. Nyíregyházi középiskolásokkal és 8. osztályos delegáltakkal telt meg a Városháza dísztermé kedden. A 13 és 19 év közötti fiatalok mind a diák parlament tagjai. A céljuk, hogy kidolgozott, reális javaslatokkal támogassák folyamatosan a döntéshozókat, és fellendítsék, aktív mozgásban tartsák Nyíregyházán a diák életet. 90 diák jött össze, számában ugyan nem a legtöbb, viszont a legtöbb iskola az, aki ajánlotta a gyerekeknek azt, és köszönöm szépen az iskolák segítségét, hogy elküldték a gyerekeket. Azért fontos, mert ugye 4 szekciójuk van mindig. Különböző témákat járnak körben, és ugye mivel a gyerekek nézik a saját érdekeiket, és megfelelően őszinték is, éppen ezért délután, amikor elmondják, hogy Nyíregyházán mit szeretnének látni, mit szeretnének másképp látni, mivel lenne jobb az ő életük az iskolában, vagy az iskolán kívül. Ezek fontos dolgok, mert amit tehetünk, és ami az önkormányzatnak a feladata, azt mi megpróbáljuk beépíteni különböző rendezvényeinkbe, megpróbálunk a diákpolgármesteri irodával olyan közös programokat kialakítani, illetve segíteni az ő programjaikat, amelyek a gyerekek kérnek. Az alpolgármester kiemelte, fontos, hogy a diákok jól érezzék magukat a városban, ha később máshol is élnek majd, Nyíregyháza pozitív, szép emlék legyen. Az új diákpolgármesternek szívügye a környezetvédelem, így a hagyományok ápolása mellett erre helyezi majd a hangsúlyt munkája során. Mindenképpen szeretném meghagyni azt, hogy munkacsoportok által működjön a nyíregyházi diákpolgármesteri iroda. Továbbá szeretnénk minden hagyományőrző programunkat is megtartani, többek között a támogatói estet, a grillpartinkat és a környezetvédelmi akciótervet is szeretnénk mindenképpen előtérbe helyezni. Mit jelent ez az akcióterv? Mindenképpen szeretnénk minden több személygyűjtést ismételten rendezni, továbbá szeretnénk kibővíteni még majd egy-két újdonsággal. Az eseményen a Nyíregyháza testvérvárosában, Izerlóban meghirdetett plakátversenydíjait is átadták. Ezt a megmérettetést általában a tanárok szokták a diákok figyelmébe ajánlani. Máté nem először vett részt a versenyen, ezúttal azonban meg is nyerte. Igazából egy kérdőjel vagy egy felkiáltó jellel van zárva a mondat, hogy minden embernek vannak jogai, vagy sem. És ezt nem tudtuk, és én így a nem szót szerettem volna ezzel kihangsúlyozni, mint ahogy a kezek is meg vannak kötve, hogy nincsen szabad akaratunk, nem tudunk saját akaratunkkal dönteni, és mindenben korlátoznak minket. Nem csak az első helyért járó elismerést és pénzjutalmat hozta el Nyíregyháza. Ladányi Laura a 4., Masa Vince pedig az 5. helyet foglalta el a nemzetközi versenyen. Szerdától újra csökken az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a holtankoljak.net információi szerint a MOL a 95-ös benzin piaci árát 3 forinttal, a gázolajét pedig 7 forinttal csökkenti. Ezek alapján szerdától a 95-ös benzin literjének átlagára 616 forint, a dízel üzemanyagé pedig 624 forint lesz. Természetesen az egyes kutak árai között eltérések lehetnek. A MOL nem csak üzemanyagot árusít, idén július 1-től a hulladékgazdálkodással is foglalkozik. A koncessziót 35 évre elnyerő MOL hulladékgazdálkodási ZRT azt tervezi, hogy visszaállítja az évtizedekkel ezelőtt működött üveg- és műanyagpalack visszaváltós rendszert. Ezzel is szeretnék csökkenteni a kezeletlen szemét mennyiségét. Erről is beszélt 35 perc című műsorunkban a Vármegye legnagyobb hulladékkezelő cégének az EAK Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Árván értéktelenül áll ez az üres sörös üveg a szelektív sziget mellett. Jövő januártól kevesebb ilyet lehet majd látni, mert újra betétdíjas lehet az üveg és a műanyagpalack.
A hulladékkezelést átvevő MOL hulladékgazdálkodási ZRT a korábban működött rendszer újraélesztésével is szeretné csökkenteni a szeméttelepre jutó hulladék mennyiségét, mondta az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Cégvezetője 35 perc című műsorunkban. Én úgy gondolom, hogy nem árulok el titkot, hogyha azt mondom, hogy vissza fog állni a betétdíjas rendszer. Hogy azok a csomagoló anyagok, amiben terméket csomagolnak, azokra betétdíj lesz majd, azokat betétdíj fogja terhelni, és ezt a betétdíjat természetesen mindenki akkor fogja visszakapni, hogyha a beváltó helyekre a csomagoló anyagot visszaviszi. Ez valamilyen formában szankcionálás is, de inkább motiválásnak veszem ahhoz, hogy hatékonyabban tudjuk működtetni a rendszert, és el tudjuk téríteni a hulladékot a lerakástól, és ezek a hulladékok viszont nagyon nagy értékét képviselnek ahhoz, hogy átadjuk őket az enyészetnek, hanem próbáljuk meg valamilyen formában visszaforgatni és előkészíteni az új ipari felhasználásra. Tavaly hirdette meg a cég a Ne dobd ki az iskolatáskádat elnevezésű akcióját, amelyben használt, de jó állapotban lévő táskákat gyűjtöttek össze és adományoztak rászoruló családoknak. Az akciót Gyémán Marketing díjjal ismerte el a Magyar Marketing Szövetség. A cégvezető azt mondta, a szemléletformálás az egyik legfontosabb feladatuk. Az éves marketing tevékenységünk során a lehetőségeket kihasználva, akár a social médián, akár a TV, rádió vagy a nyomtatott sajtó lehetőséget kihasználva próbáljuk megközelíteni a lakosságot, mint hogy már említettem is, ez célunk és érdekünk, mert hiába állunk rendelkezésre, akár eszközzel, akár fenntartott járatrendszerrel, hogyha a lakosság nem cselekszik tudatosan. Mondhatnám azt, hogy tudatformáló, de enyhébb kifejezéssel, én úgy gondolom, hogy szemléletformáló tevékenység az, amit mi a marketing segítségével végzünk a lakosság körében. A modern hulladék gazdálkodás az tulajdonképpen a 90-es évek végén alakult ki, előtte ilyen szemétszállításról beszélhetünk, sima szemétszállításról, viszont későbbiek folyamán akár gazdasági, akár környezetvédelmi, vagy akár a jogszabályoknak megfelelő érdek vezéreljen bennünket, mindenképpen be kellett vonni a lakosságot ahhoz, hogy cselekvése a hulladékkal kapcsolatban megváltozzon, hogy ne mindent a vegyes hulladékba tegyünk, hanem használjuk ki azokat a lehetőségeket, amit a közszolgáltató biztosít számára, és ez évről évre egyre hatékonyabb, egyre jobban működik, hogyha nem is tudom exakt módon kimutatni azt, most a marketing mennyire befolyásolja a hulladékgazdálkodást, de azért az évvégi mennyiségi adatok ezt alá tudják támasztani. Idén is megrendezik a Szelektív Szombatot, és más szemléletformáló rendezvényt is tart az EAC Nonprofit Kft. A Pagyi középkorú férfit keresnek a rendőrök. Az 56 éves Lovas János múlt csütörtökön otthonából ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. Lovas János körülbelül 190 cm magas, sovány testalkatú, barna hajú, szeme színe kékeszöld. Eltűnésekor terepszínű nadrágot, barna színű hosszújú felsőt viselt. A férfi egyik lábára sántít. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Baktalórendházi rendőrőrsén, vagy telefonon a 0642 524 600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón. Kiütéses győzelmet aratott a nyíregyházi kosársuli az amatőr NB1 zöld csoportjának 14. fordulójában. Farkasinszki Gyuláni együttese Szolnokon lépett pályára, és 130-ra verte a hazaiak csapatát. A tabella második helyén álló NKS vasárnap a harmadik helyezett DVTK U23-at fogadja a Szent Imre csarnokában. A győzelem nélkül álló sereghajtóhoz utazott a Nyíregyháza, így már a találkozó előtt sejteni lehetett az összecsapás végkimenetelét. Nem is történt meglepetés, az első negyedben mindössze 9, a másodikban pedig 8 pontot szerzett a házigazda.
A vendégek ezzel szemben 48 pontot dobtak az első félidőben, így a folytatásban csak az volt a kérdés, hogy eléri a 100 pontot az NKS. Végül ez is összejött a 70 pontos győzelem mellett. Farkasinszky Gyuláné szerint a nagy különbség ellenére is tudna profitálni a mérkőzésből. Azt tudtuk jó, hogy azért utánpótláskorú játékosokból áll a Szolnok csapata, nézve az eredményeket, hogy játszottunk már egy hazai mérkőzést is ellenük, tudtuk jó, hogy ez elsősorban arra lesz jó, hogy különböző feladatokat gyakoroljanak a lányok, ezért próbáltuk is őket külön játszatni, a felnőtt játékosok játszottak 5 percet, mentek a junior játékosok. Azt mondtam, végülis mégiscsak az idősebbekkel játszottunk többet, mert a juniorok előző nap is mérkőzést játszottak. Hát az igazság, hogy próbálkoztunk, mondom, tehát a védekezést gyakorolni, megnézzük azt, hogy a zónavédekezésünk hogy működik, megnézzük azt, hogy a játékban mi az, amit lehet gyakorolni a következő mérkőzésre. Hát maradjunk annyiban, hogy ez egy ilyen laza, el voltunk, basszolgattunk, játszogattunk, de tudtuk, hogy erre lehet számítani, tehát is igazából ez nem volt meglepetés a csapat számára. A zöld csoport tabelláját az MTK TFS-e vezeti 12 győzelemmel és 1 vereséggel. A nyíregyházi kosársuli 9 győzelemmel és 3 vereséggel második, megelőzve a vele azonos mutatóval harmadik DVTK U23-at. 15. fordulóban az NKS a Diósgyőrieket fogadja. Ez egy nagyon, nagyon komoly mérkőzés lesz, tehát itt minden erőnkre szükség lesz, minden tudásunkra, a szurkolókra és minden más egyébre. Az igazság, hogy ez olyan szempontból is nehéz, hogy neki van 12 helyen azonos képességű játékosa, ugye ő hozza azokat a játékosokat, akik az NBA gyárs csapattal edzenek, akár Euroligát is játszanak, és ezzel ellen kell nekünk fölvennünk a versenyt, ami közel se egyszerű, de a labda gömbölyű, a játékosok jönnek, mennek, mi éppen arra koncentrálunk, hogy ne legyen beteg játékosunk, mert most itt a héten azért többen is maradtak otthon betegen. Pontosan azért hagytuk itt a Szolnok elleni mérkőzésről is, hogy legyen még idejük arra, hogy itt a gyógyulásuk az biztos legyen, és esetleg már kettől vagy szerdától már be tudnak állni az edzésmunkába, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. A nyíregyházi kosársuli DVTK U23 mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában. Újra amerikai kassza sikerfilmet állít színpadra a Móri Zsigmond Színház. Elkezdődött a Kapj el, ha tudsz című musical próba folyamata. Az előadást Horváth Illés állítja színpadra. A darab 2002-ben a filmvásznon Leonardo DiCaprio és Tom Hanks főszereplésével, majd 2011-ben a New Yorki Broadway-n is nagy sikert aratott. Magyarországon először a Nyíregyházi Teátrumban látható majd. A főszerepeket Jenővári Miklós és I.S. Ákos alakítja. Olvasó próbára gyűltek össze a Móri Zsigmond Színház színészei. A társulat a Kapj el, ha tudsz című musical ősbemutatójára készül. A történet szerint Frank, akit Jenővári Miklós alakít, egy átlagos amerikai tinédzser, aki a családi problémák miatt elszökik otthonról és sajátos karrierbe kezd. Mindig más alakot öltő, zseniális szélhámos lesz. Szédítő virtuózitással csekket hamisít, másodpilótának, orvosnak és ügyvédnek adja ki magát. Frank brilliáns, üstökösszerű pályafutása az egyik legjobb, csalásokra szakosodott FBI ügynök érdeklődését is felkelti. Az ügynök I.S. Ákos alakítja, üldözni kezdi a fiút, és az izgalmas párbaj mélyén egyre több szál köti őket össze. A musicalt Horváth Illés rendezi. Örömmel fedeztem fel, hogy a Broadway-n aztán a 2010-es évek elején készítettek ebből egy musical adaptációt a kinti színházok, és kapva kaptam az alkalmon, hogy akkor ezt mutassuk be, mert a sztori az izgalmas, szellemes, kiváló alakításokra ad lehetőséget, és nagyszerű lett a musical adaptáció, nagyon hangzatos, kiváló dalok vannak benne, látványos koreográfiákat lehet majd rácsinálni, szóval egy igazán nagy show műsort lehet kerekíteni ebből az egészből. Minden idők egyik legnagyobb amerikai csalójának igaz történetéből 2002-ben Spielberg készített filmet, ez az alapja a musicalnek. A több Tony-díjra jelölt zenés játék kiemeli a váratlan és érzelmes fordulatokban egyaránt bővelkedő, szellemes történetet, zenei anyaga dallamos és magával ragadó.
revűs jazzes musical világa van, úgyhogy kifejezetten kellemes fülbemászó dallamok, amik legtöbbször nagyon dinamikusak és energikusak, úgyhogy nagyon számítok rá, hogy látványos dolog lesz. A Kapj elhatút című musical minden bizonnyal a nyíregyházi közönséget is meghódítja majd. A bemutató április 1-én lesz a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán. A színháznak ebben az évadban ez lesz az 5. bemutatója, és a tervek szerint éveken át műsoron tartják majd a produkciót. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Jelentős évfordulóra készül idén Ibrány, 30 évvel ezelőtt kapta meg a városi rangot, 10 éve pedig járási székhely. Fejlesztésekkel készül az ünnepre Ibrány, belterületi utakat, köztereket, parkokat újítanak fel, fásítást is terveznek. A beruházásokra még tavaly mintegy 3 milliárd forintos forrás nyert a város, ahol hamarosan új inkubátorház és turisztikai központ is épül. A koncessziót 35 évre elnyerő MOL hulladékgazdálkodási ZRT azt tervezi, hogy visszaállítja az évtizedekkel ezelőtt működött üveg- és műanyagpalack visszaváltós rendszert. Ezzel is szeretnék csökkenteni a kezeletlen szemét mennyiségét. Erről is beszélt 35 perc című műsorunkban a Vármegye legnagyobb hulladékkezelő cégének, az EAK Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Újra amerikai kassza sikerfilmet állít színpadra a Móricz Zsigmond Színház. Elkezdődött a Kapj elhatút című musical próba folyamata. Az előadást Horváth Illés állítja színpadra. A darab 2002-ben a filmvásznon Leonardo DiCaprio és Tom Hanks főszereplésével, majd 2011-ben a New Yorki Broadway-n is nagy sikert aratott. Magyarországon először a Nyíregyházi Teátrumban látható majd. A főszerepeket Jenővári Miklós és Illés Ákos alakít. Február 21-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel holnap is jelentkezünk majd, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Kedden éjszaka borult felhős idő várható, de csapadék nem lesz. A hőmérséklet nem süllyed fagypont alá, 4-7 fok várható. Szerdán délelőtt marad a felhős idő, a hőmérséklet a maihoz képest kicsit csökken, 5-9 fok várható. Hasonló marad az időjárás a hét további részében is, jelentősebb csapadékra a hétvégén lehet számítani.